Tapolcai Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézménye is pályázatot nyújtott be a Határtalanul pályázatra, és hát sikeresen szerepeltünk, így 1,5 millió forintot nyertünk. A pályázatunk az nem csak egy rövid kirándulás, egy 4 napos kirándulásra szólt, hanem egy olyan projektet terveztünk, ami az egész tanévet felölelte. Már szeptemberben felvettük a kapcsolatot a Marcelházi iskola diákjaival és tantestületével, októberben már szavalóversenyen vettünk részt náluk, illetve novemberben egy projektindító foglalkozást tartottunk egy délutánt, amikor megalakítottuk a saját kis reformkori országgyűlésünket, hiszen a 7. osztályos tananyagban mind irodalomból, történelemből, művészettörténetből a reformkor tananyaga, ismert anyaga szerepel, így az egész évünk a reformkorról szólt. Ezért a projektünknek a címe Reformkor nyomában a Felvidéken. Novembertől májusig a gyerekek kis csoportokban a pályázati kirándulás, tehát pontosan a kirándulás állomásairól gyűjtöttek anyagot, és ezt ismertették az előzetes órán, a felkészítő órán a többiekkel. 4 napig tartott a kirándulás. Kedves, együttműködő partnereket találtunk a Marcelházi Magyar Nyelvű Alapiskola tantestületében, illetve nagyon kedvesen fogadtak bennünket a Szenci Magyar Nyelvű Alapiskola diákjai és tanárai. Mindig a Felvidék út során mindig valaki kísért bennünket. Ez nagyon-nagyon jó volt. Igazgatók, pedagógusok, polgármesterek várták a csoportunkat, és nagyon-nagyon szép eldugott területekre vittek bennünket, eldugott helyekre, amit egyébként mi az internetről vagy a térképek alapján nem találtunk volna meg. Több mint 70 gyermek vett részt, ők mind a Kazinczy Tagintézmény tanulói. Ahhoz, hogy a pályázati pénzből el tudjunk menni, még a Tapolca város önkormányzata, illetve a Kékkuti Ásványvíz ZRT támogatását is megkaptuk, meg szükségünk is volt rá, és nagyon köszönhetjük a szülőknek a hozzájárulását, hiszen voltak olyan költségei, amit pályázati pénzből nem tudtunk fedezni, és ehhez kellettek a szülőknek a hozzájárulásai. A 4 napi útvonalunk Révkomárnó, végigjártuk a várost, megnéztük a történelmi erődöt, a Dunamenti Múzeumot, megnéztük az Európa udvart, egy kicsit vonatoztunk is a városban, lementünk a Dunapartra, aztán elmentünk Ógyallára, a csillagvizsgálóba, Gútába a hajómalmot megnéztük, Galánta nevezetességét, felkerestük a Deáki templomot, ahol azt mondják, úgy tartják, hogy a halotti beszéd szövege íródott. Megnéztünk egy vízi erőművet, igaz csak messziről, de meg tudtuk nézni, ugye a vágon, és felkerestük Szencen Csermák József szülőhelyét, és hát Pozsony belvárosa pedig a 4. nap a csúcspont volt, a gyönyörűség az építészeti remekekkel. El kell mondanom, hogy több közös programot is végeztünk az ottani diákokkal, hiszen Marcelházán emlékfát ültettünk, sportmérkőzések voltak, kézműves foglalkozásokat csináltunk az alsó tagozatos gyermekeknek, és nagyon jó volt látni, hogy a mi nagy hetedikeseink a kicsiket már úgy tanították, vissza-vissza jött egy-egy olyan mondatunk, egy-egy olyan mozdulatunk, amit tudjuk, hogy mi tanítottunk nekik. A műsorokban, a kulturális programokban a csúcspont a marcelházi lakosság számára rendezett kulturális műsor volt. Ehhez hozzá kell tennem, hogy a tanulóink január 10-e óta palotástáncot tanultak Vajda Csilla tanárnő vezetésével. Ezt adták elő, hát nem kis sikerrel, mondhatom, hogy nagyon gyönyörű volt, és tényleg megnyerte az ottaniak tetszését. Thank you.
és különböző technikájú báb előadásokat vittünk még, és nagyon aranyosak voltak a Marcelházi iskola diákjai, tanárai, mert ők szintén bábjátékkal készültek, szintén tánccal, és egy kis előadással, egy kis színpadi előadással. Táncházat tartottunk. Nagyon nehéz volt eljönni, nagyon-nagyon nehezen búcsúzkodtak a gyerekek, és még a mai napig is olvasgatom a határtalanul zárt csoportunkban, ahova már több mint 1000 fényképet föltöltöttek, olvasgatom a párbeszédet a Marcelházi és a tapolcai diákok között, és szívet melengető érzés, hogy a tapolcai gyerekek már várják a szeptembert, amikor a Marcelházi diákok egy métabajnokságra érkeznek majd Tapolcára. Hát az első nap reggel 7 órakor elindultunk, és akkor körülbelül egy olyan 10:30-ra megérkeztünk Komáromban, ott átkeltünk a határon, és ott megnéztük a csillagerődöt. Hát ott egy körülbelül 2 órát töltöttünk el, és azután indultunk tovább Marcelházára. Ott megnéztük az iskolát, majd ezután mindenki elfoglalta a szállását. A csapat itt 2 részre vált, mert az egyik rész az a kollégiumban volt a szállása, másik rész az Paton, egy panzióban töltöttük. És ezután visszamentünk Marcelházára, miután elfoglaltuk a szállásokat, és ott közös táncházat tartottunk az ottani gyerekekkel. Majd ezután ismét a szállásokon töltöttük az estét. Reggel elmentünk a Marcelházi iskolába, és ott kézműves foglalkozások voltak. Közben volt a foci meccs is, amit 8 hétre megnyertünk, és utána pedig, vagyis hát közben emlékfelültetés is volt. Ebédelés után pedig próbáltunk az előadásra. Hát ugye eljött az előadás estje, és ott előadtuk a Palotást és a Fekete Színházat, amit marionett bábukkal csináltunk. Mi elhagytuk a pati szállásunkat, és ógyallára mentünk a planetáriumba és a csillagvizsgálóhoz. A planetáriumban 2 kisfilmet nézhettünk meg, ezután a gútei hajómalomhoz mentünk, ahol egy halászbácsi bemutatta nekünk a hajót. A deáki templomba is elmentünk, ahol a halotti beszédet hallgattuk meg. Ezután galántán megebédeltünk, és műemlékeket koszorúztunk, és utána pedig elfoglaltuk Felsőszeliben a Komlós panzióban a szállásunkat, ahol a fürdésre is volt lehetőség. A negyedik nap reggelén a szállásnál elindultunk, és Pozsonyba tartott az utunk. Ebéd előtt még elmentünk a vádba, Pozsonyi vádba, ahol áttanulmányoztuk, megnéztük a vádat, és megebédeltünk. Ebéd után pedig városnézésre indultunk. Délután 4 óráig körülbelül, és utána pedig hazaindultunk. Nagyon szép színes programokon vettetek részt. Köttettek-e barátságok a Marcelházi diákokkal? Persze, nagyon sok. Még most is tartjuk a kapcsolatot Facebookon. Nem sokára, szeptemberben érkeznek majd a marcelháziak vissza. Hogy várjátok őket, milyen programokkal? Hát elő fogjuk adni mi legalábbis a Csongorés tündét, és gondolom ők is készülnek majd valamilyen programokkal.
Egyébként valaki közületek járt-e már korábban a Felvidéken, Pozsonyban és környékén? Még nem, szerintem. Nem. És mit gondoltok, eljutottatok volna a program nélkül ezekre a helyekre? Hát, nehezen. De ez nagy segítség volt, hogy így eljuthattunk ide is, és több érdekességet megtudhattunk a városokról. Nagyon sokat készültetek erre a kirándulásra, több hónapon keresztül tanultatok történelemből plusz dolgokat, amik esetleg a könyvben nincsenek benne, művészettörténetből is. Van-e, amire szívesen visszaemlékeztek? Mi volt az a információ esetleg, vagy mi volt az, ami a felkészülés során különösen érdekes volt? Hát igazából szerintem az volt a jó, hogy így sok olyan dolgot is, például, hogy a zsitva-toroki békemlékhelye, hogy ez így érdekes volt számomra, hogy sok új dolgot megtudtam. Egy történelemből mondta Imre bácsi, hogy ez itt van, és majd megnézzük, és rendesen láttuk, nem csak a könyv alapján olvastunk róla, hanem meg is nézhettük, hogy tényleg ott van, meg életnagyságban, nem csak képekről. Igen.